Évente több mint 20 ezer gyilkossággal, 40 ezer szexuális támadással és több mint 53 ezer rablással Dél-Afrika a világ egyik legveszélyesebb országa. A Night Guard biztonsági őrök a helyi rendőrség munkáját segítik. Minden gyanúsított ártatlan, amíg bűnösnek nem nyilvánítja a dél-afrikai törvényszék. A dél-afrikai Johannesburg a világ egyik legveszélyesebb városa. Gengszterek uralják a várost, akik a pénzért bármit megtesznek. Ne beszélj ennyit! Drogot árulsz! Azért vagyunk, hogy védelmezzük az ártatlanokat. Biztonsági cégem van. Egy családi vállalkozás. Apám, Emil a főnök, mellette ott van JP, Zane és jó magam. Minden nap harcolunk a bűn ellen. Gyertek! Próbáljuk biztonságosabbá tenni a várost. Oda megyünk és rendet rakunk. Biztosítjuk a terepet és szétrugunk néhány hátsót. Zane, vagyis Zane a vonat olyan, amit a beceneve sugall. Muli, tegyél be valami metalikát, hogy felpörögjünk előtte. Ennyi. Muli, avagy Muli az óriás. Ez egy biztonsági őrkulcsa a hátsó ajtóhoz, van rajta címke is, ezzel tud belépni az épületbe. Keménynek tűnik, de aranyból van a szíve. Főzünk nekik egy finom vacsorát. Alakul, ugye? Egyszerre grizzly medve és Teddy mackó. Nézd, milyen undi! Jaj, ne! Muli a legfiatalabb. Ő valahol kettőnk között van. Aki csatlakozik a csapatunkhoz, a családunk része lesz. Állandó készültségben. Mindannyian családos emberek vagyunk. Hazaérni az egyik legnagyobb öröm az életemben. Otthon is van két kis terroristám, de ők másfajta rossz fiúk, nem akarnak megölni. Sokszor megnevettetnek. Szia, apu! Hogy telt a nap? Remekül. Tudom, hogy biztonságban hazaértem újra. Szia, drágám! Ez komoly? Úgy hiányzott. A családi vállalkozás úgy működik, mint egy igazi család. A legidősebb tesó írja a szabályokat. Egy családban mindig a legidősebbnek van szava. Fodrásznál voltunk ma. Akkor jobb napotok volt. Felmegyek átöltözni. Hazaérek, meglátom a gyönyörű családomat, és rögtön átváltok apuka szerepbe. Örülök, hogy hazaért. Aggódtunk, hogy épségben hazaérjen. Már készültem, hogy lehuppanjak a gyerekekkel a tévé elé, aztán... Halló? A francba. Oké. Ismét mennem kellett. Régóta ismerem a feleségemet. Nem csinál problémát belőle, ha késő este is el kell mennem. Srácok! Hívást kaptam, ki kell mennünk egy helyszínre. Vigyázz magadra. Vigyázok? Oda csapok nekik. Addig nem alszom el, amíg haza nem ér este. A gyerekeknek is hiányzik, és aggódnak miatta.
A Night Guard alkalmazottait gyakran szemelik ki bűnözők, akik megpróbálnak fegyvereket vagy egyenruhát lopni tőlük, amik megkönnyíthetik a dolgukat. Megtámadták az egyik őrt munkába menet. Kihívtuk a mentőket, és most megyünk, hogy megnézzük, mi történt pontosan. Aztán pedig megpróbáljuk elkapni az elkövetőt. Szomorú helyzet, hogy amint felveszik az egyenruhát, célponttá válnak. Nem ez az első eset, hogy megtámadtak egy őrt. Két hete elloptak egy golyóálló mellényt az egyik kocsiból. Látják, hogy egyenruhában jön dolgozni. Minden cég fegyvert ad az őröknek, mert a rossz fiúknak is van. Az alkalmazottak könnyű célponttá válhatnak, és megfoszthatják őket a fegyvereiktől. Hol történt? Szevasz. Itt a sarkon? Megnéztük az őrt, és pontosan tudtuk, mit tettek vele. Megütötték egy pisztoly markolatával, ami felszakította az arcát. A sarkon történt? Ott voltak hátul, nézzetek ki. Követtek? Gyalog? Igen, nem kocsival voltak. Mikor elkezdtek követni, próbáltam elfutni. Amikor észrevették, hogy futok, rám lőttek. Utána nem tudom, mi történt. Lehet, hogy Isten vigyázott rám. Nem talált el a golyó, előttem csapódott a földbe. Aztán megálltam. Mit vettek el? Mindent, mindent. A pénztárcámat, a pénzemet. Telefont. A cipőmet is. A telefont is. Mindent. Meg akartak ölni. Ez egy nagyon veszélyes munka. Sokan úgy tekintenek a biztonsági őrökre, mint valami zavaró tényezőre. Aki megmondja, hogy mit csináljanak. De azt nem tudják, hogy ezek a fickók az életüket teszik kockára. Gyakoriak a pszichopaták, akik le akarják szúrni az őrt, leütik pisztollyal, minden ok nélkül. Mi volt rajtuk? Öltöny. Fekete öltöny? Igen, mint a nagymenőkön. Milyen nyelven beszéltek? Zulu nyelven. Zulu? Tehát négyen voltak. Hány volt nagy darab? Mind a négy? Mindegyik. Minden tiszteletem az övék. Kockára teszik az életüket. Lehet, hogy ők állnak a veszély útjába, hogy te ne sérülj meg. Valahol itt lehetett. Itt jött fel. Itt jöttek fel. A bozótoson keresztül jöttek. Felmásztak a falon, igen. Nézzétek a lábnyomokat. Igen, és több is van. Igen, a helyszínen vagyunk. Köszönöm. Megkaptuk a személy leírásokat. Öltönyt viseltek. Már elkezdtük bemérni az őr telefonját, amit elloptak tőle. Megtaláltuk a helyszínt, ahol a gyanúsítottak lehetnek. Gondolj bele, mennyit kereshetnek egy bünténnyel, ha erre felé laknak. Lassan. Miközben bemértük a telefont, egyszer csak eltűnt a jel. Úgy tűnik, kikapcsolták, vagy eldobták valahol. Ezért nem tudtuk bemérni a helyzetét. Már jó ideje próbáljuk elcsípni ezeket a fickókat. Minden nap más trükkel próbálkoznak. Dél-Afrikában régen egy folyó mellett házakban élni nagyszerű volt. Közel volt a természet, a víz. De az évek során lassan rémálommá vált. A bűnözők elbújnak a vadonban.
Johannesburg legkeresettebb házai a folyó mentén vannak. Ezek a területek menedékként szolgálnak a zord időjárás elől. A bűnözők beszivárogtak ezekbe a csoportokba. A kereszteződés felé tartunk, ahol egy hajléktalan koldul az út szélén. Gyakran adunk neki pénzt, mert infót ad nekünk a bűncselekményekről. Mikor fognak betörni, kikre kell figyelni. Mindig jó füleseket ad, ezért ha látjuk őt, adunk neki néhány dolcsit. Hogy legalább tudjon venni valami kaját. Már több fickót is elkaptunk a segítségével. Stony! Csá! Mizus főnök! Mi a helyzet? Örülök, hogy látlak. Ismered a... Tudsz valamit? Tudod, hol van a bokor a Four Ways kereszteződésnél? Igen. Ott alszanak ezek az emberek, a föld alatt. Pontosan tudta, hol élnek ezek az emberek. Mondta, hogy betöréshez szükséges eszközeik is vannak. Onnan árulják a drogot. Voltam ott pénteken, körülnéztem. Egyikük egy fűnyírót vitt ki, hogy eladja az utcán. Ezért mondom, hogy kapjátok el őket. Megnézzük, mit tehetünk. A hely, ahol a rossz fiúk laknak, egy folyó melletti rész, bambusszal övezett. A csavargók a bambuszok között alakítottak ki szállásokat. Kívülről nagyon nehéz meglátni őket. Össze kell raknunk egy csapatot, és mivel óriási, összefüggő szállásokról lehet szó, 6 emberre van szükség. Megnézzük, mit csinálnak. Az egyik ház a Four Ways környékén van. Derítsük ki, mi folyik ott, hányan vannak ott. Oda megyünk, és rendet rakunk. Biztosítjuk a terepet, és szétrugunk néhány hátsót. Egy hajléktalantól kaptam a fülest. Ez közismerten rossz környék. Itt sokszor törnek be. Valószínűleg ehhez szükséges eszközöket találunk náluk. Felépítettek egy szállást a bambuszok között. Korábban is csináltak már ilyet. Összehívtam egy elég nagy csapatot. 5-6-an oda megyünk, és megnézzük, hogy mi a helyzet. Próbáljuk tisztán csinálni a dolgot. De a legtöbb esetben az az igazság, hogy betörésről van szó. A folyónál lakó fickóknak köze volt hozzá. Oda megyünk, rendet rakunk. Sok más hely van, ahová mehetnek. Hé! Kezeket fel! Kezeket látható helyre! Mit csináltok itt? Ülj le! Hol a táskád? Tedd el a pisztolyt és kutasd át a táskát. Legutóbb itt találtuk a drogokat. A két kanapéban. Te, gyere ide! Szedj ki mindent a kanapéból. Drogot árultok. A folyómenti környékkel az a gond este, hogy korom sötét van, és a bűnözők bárhol elbújhatnak. Tedd ide a kezed! Ezekkel az utca gyerekekkel intézitek a dolgot. Látnak minket. Nem csinálunk semmi rosszat. Nem rabolunk ki senkit, csak itt vagyunk. Nekik akarjátok eladni a drogot, hogy szépen öltözködjetek, nekik meg ruhájuk sincs. Ezek biztosan bűnözők, menniük kell. Ez egy biztonsági őrkulcsa a hátsó ajtóhoz, van rajta címke is. Ezzel tud belépni az épületbe. Ez pedig a pótkulcs.
Találtam két felcímkézett kulcsot. Ezekkel tudsz belépni az épületekbe. Hozzájuk tartoznak, tehát biztosan lopták valahonnan. Ezt el kell vinnünk. A tiéd? Tedd a táskába. Hagyd ott a táskát szem előtt. Drogot árulni nem biztos megélhetés. Illegális tevékenység. Bedobnám az egészet a folyóba a kanapéval együtt. Elvezettük a drogdílereket. A gond az, hogy ez ugyanaz a két fő mufti. 6-7 különböző osztójuk van. Ha elkapunk egy ilyen fazont, mindig azzal védekeznek, hogy mi csak próbálunk megélni. 1. A bűnözésből nem élsz meg. 2. Nem élsz meg úgy, hogy drogot adsz el gyerekeknek. Sem én, sem a Night Guard szeme előtt. Nekik is mondtam, hogy menjenek máshová. Maradjanak távol a területünktől. A pénzszállító rablások megnövekedtek Dél-Afrikában az utóbbi években. 2018-ban több mint 145 eset volt, amivel 4 millió dolláros kárt okoztak. A pénzszállító kirablásai komoly gondnak számítanak. Idén eddig több mint 145 eset történt, és a számuk folyamatosan emelkedik. Egyszerű a helyzet, ketten-hárman visznek teherautóval rengeteg pénzt. Folyamatosan figyelik őket a bűnözők, mert pontosan 30 másodpercbe telik megállítani egy járművet. Fegyvert szorítani a szállítók fejéhez, majd kirobbantani az ajtót. Te jó ég! Két kocsi! A legnagyobb gond, hogy már számos rablást elkövettek. Rengeteg tapasztalatuk van, és tökélyre csiszolt tervvel támadnak. 2-3 perc alatt véghez viszik az akciót, és egy rakáspénzzel távoznak. A pénzszállításban az az ijesztő, hogy mindenki családját kockáztatja. A rablók nem állnak le, és a pénzszállító autók a bevásárlóközpontba szállítanak, ahol a családok ebédelnek, a gyerekeikkel vannak. Tűnj el onnan, fordulj meg a kocsival, minél előbb hagyd el a helyszínt, mert ha egy pénzszállító felrobban, a kirepülő ajtaja az autódnak ütközhet, vagy elkaphat egy kósza lövedék. Ne próbáld meg levideózni csak azért, hogy feltedd a netre. Robbantás is történt. Azért szükséges távol maradni ezektől a rablásoktól, mert ezek a fickók katonai kiképzést kaptak. Felkészülnek a támadásra, lehallgatják a biztonsági céget. Ők lesznek az erősebbek. A lényeg, hogy tűnj el! A piti csalók és tolvajok folyamatos problémát jelentenek Dél-Afrikában. Ezek az elkövetők tudják, hogy a rendőrségnek komolyabb gondokkal kell megküzdenie. Felhívott egy jó barátom, és elmondta, hogy pénzt csaltak ki a takarító nőjétől. Az eset úgy történt, hogy a nő elment egy ázsiai boltba, ahol letett előleget egy bútorra. Majd amikor visszament volna a bútorért, azt mondták neki, hogy a nő barátja vagy férje már eljött érte, és elvitte a bútort. Hadd magyarázzam el. Ezzel a nővel egyezett meg. Nem azzal az emberrel. Nem a férjével. Ki fizette ezt az összeget? A blokja eltűnt. Ki kell fizetnie a fennmaradó összeget? Azt mondták, hogy eljött érte a férjem, pedig nincs férjem. Itt ez állt. Eljött a férje. Nem adhatja oda másnak az ő pénzét. Maga itt dolgozik? Igen. Akkor magyarázza el neki. Ezt a szerződést ők ketten kötötték.
Igen, nem a férje is ő. Nem érdekel, ki fizette. Két megoldás van. Vagy odaadják neki azt, amiért fizetett, vagy visszaadják az előleget, amit letett. Vagy elviszik a boltból, és kész. Erőszakkal és agresszióval lépnek fel a nők ellen. Ez a két megoldás van. Vagy kifizeti a hölgy a maradékot és elviszi az árut, vagy visszaadják az előlegét. 5 percetek van eldönteni. Ne beszéljen ennyit, jó? Ki készítenek ezzel? Hé, csöndet! Elkezdtek kiabálni, mint ahogy azt láthatták. Sokat beszélnek! Megfélemlítési technikákat alkalmaznak. Amikor a vevők visszamentek, hogy kifizessék az árut, kitalálnak valamilyen mesét, hogy valaki már elvitte a cuccukat, és menjenek a rendőrségre. A rendőrség meg túl elfoglalt a bűnözés miatt. Nincs idejük az ilyen piti ügyekre. Gyakran nem is jelentik be, csak elfogadják, hogy elbukták ezt a 400, 500, 1000 randot. De sajnos 1000 rand nekik 3-4 havi megtakarításuk is lehet. Kinek adta oda? A szekrényt és még mit? Téviállványt. A téviállványt. Kinek adta oda? Valaki fizetett 1000-et és elvitte. Én 1900-at fizettem előre, aztán jött valaki és elvitte. Miért nem hívták fel? Miért nem hívták őt? Miért nem? Ez csalás. És mindenkinek köze van hozzá a boltban. Ha nem oldjátok meg, mindenkit beviszünk. Magyarázatot várok. Nem érdekelnek a mesék a barátokról, barátnőkről, férjekről. Elég ebből. Kifizeti a maradékot és elviszi a holmiát. Vagy visszaadják neki az 1900-at, amit már kifizetett. Nem az ő hibája, hogy maguk hibát követtek el. Az, hogy maguk odaadták másnak, az nem a hölgy hibája, hanem a maguké. Pofon egyszerű a helyzet. Vagy kifizeti a maradékot, vagy visszaadják az előleget, és már itt sem vagyunk. Jó, adja ide az 1000 randot. Végül azt mondták, vigyük el az árut. Igazából nem is adták oda másnak. Ez csak mese. Kifizette, amit kell, és elviszi, amit kifizetett. Köszönöm. Köszönöm a segítséget. Majdnem elvesztettem mindent. Ha nem lépünk közbe, a hölgyet lehúzzák 2000 randdal. Végül megkapta, amit rendelt, és nagyon örül neki. Mi is örülünk, hogy tudtunk segíteni. Ez nem volt egy komoly balhé. Csak segíteni tudtunk a kis embereknek. És ez néha még jobb érzés. A taxik magántulajdonban vannak, és az állami szabályozásuk nem megfelelő. Gyakran egy társasághoz tartoznak, de bérbe adják őket, és ezért veszélyesek lehetnek. Megálltunk az autókkal a járdán, hogy a taxi, ami közeledik, ne tudjon megelőzni minket. Meglátjuk, mennyire lesz ideges, ha ide ér. Szándékosan csináljuk, mert a taxisokat nem érdekli a többi autós, és gyorsan közlekednek, akár a járdákon is. Sokszor veszélyeztetik a gyalogosok életét, ezért beálltunk az útjukba. Jó reggelt, Mr. Fungile. Norman? Zane Eblen vagyok a Night Guard biztonsági cégtől. Egy taxi bemérésében segítünk, ami elütött egy motorost. Cserbenhagyásos gázolás történt Douglasdale-ben.
Dél-Afrikában komoly gondot okoz, hogy a járművek sofőrei nem a járművek tulajdonosai. Bérelik a taxikat naponta, vagy havonta kell fizetniük értük. Nem akarom, hogy lefoglalják a taxiát. Értem, hogy nem az ön hibája. A sofőrt kell felelősségre vonni. Ilyen esetben a taxi tulajdonosát kell felkeresni, aki próbál segíteni nekünk. Nyilván nem akar belekeveredni egy gázolásos ügybe. Azt mondta, kideríti, mi történt. Először beszél a sofőrjével, amivel semmi gond nincs, de menjünk el a helyszínre, és újra telefonálunk. Az történt, hogy a taxi bevágott a motor elé, majd a másik elütötte. Amikor próbálták megállítani a forgalmat, a taxisofőr át akart hajtani rajta és a motoron. A férfi szerencsére le tudta fotózni a taxisokat. A képek alapján el tudjuk kezdeni a munkát. A legtöbben taxi útvonalon mennek, ezért meg tudjuk nézni, hol történt a gázolás. Elütött egy motorost, majd elhajtott. Elhajtott? Igen, cserben hagyta. Kikérdezzük a szemét a részletekről, feltéve, ha nem hazudik. Az ilyen helyzetekben a sofőrök hazudnak a főnököknek. A főnök nem tudja, hogy miről van szó. Fel kell hívni a sofőrt. Mi addig szétosztjuk a csapatot, és megpróbáljuk letartóztatni a fickót. Elküldenéd SMS-ben a számát? Egy biztonsági őr munkája 80%-ban várakozás, és csak 20%-ban cselekvés. Türelmesnek kell lennünk. Valószínűleg havonta fizet a taxiért. Ki fizet mondjuk 20 ezret havonta, a többit pedig megtartja. Most kaptuk az infót, hogy a taxis a Kingfisher úton van, ami csak 2 percre van tőlünk. Elindulunk és elkapjuk. Megvan a taxi. 500 méterrel arrébb az egyik kolléga kiszúrta a taxist. Hello! Magát keressük cserbenhagyásos gázolás miatt. Nem én voltam. Megadom a számát. Azt állítja, nem ő vezette a taxit. Elvileg aznap odaadta egy másik sofőrnek a taxit. Felhívhatja őt, aki vezetett. Miért nem maga vezetett akkor? Otthon voltam, és odaadtam neki a taxit éjszakára. Megengedjük neki, hogy befejezze a fuvart, hogy ne okozzunk kellemetlenséget az utasnak. A polgárokat kihagyjuk az ügyből. Utána elbeszélgetünk a fickóval. Megadja annak a számát, aki vezetett, és felkeressük. Még el kell vinnie az utasát. Felhívhatjátok. Fel is hívom. Elvitte az utasát. Hadd menjen a dolgára. Bevihetjük a taxist. Elvisszük a rendőrségre, és megkeressük a többi személyt, akinek köze lehetett a dologhoz. Chris! J.P. Emblem vagyok, a Night Guard-tól. Igen? Ön az áldozata a balesetnek, ami nemrég történt? Igen. Megtaláltuk a sofőrt, éppen a rendőrségre tartunk vele. Rendben, kb. Fél óra múlva ott vagyok. Remek, köszönöm. Hogy hívják? J.P. a Night Guard-tól. Mögöttünk jön a taxisofőr. 3 autó követi. A taxis mellett ott ül az egyik kollégánk. Elmegyünk a rendőrségre, és elmondja, hogy szerinte, hogy történt az eset. Nyilván azt mondja majd, hogy nem ő volt. De azt nem tudja, hogy felkerestük az áldozatot is. Ő is hamarosan megérkezik, és azonosítani tudja a taxist. Reméljük, hogy sikeres lesz a letartóztatás. Eltüntetjük a rossz fiúkat az utakról, akik dolgos ártatlanokat ölnek. A rendőrségen vagyunk. Letartóztattuk a gyanúsítottat, aki lelökte az áldozatot a motorról. Az áldozat is úton van ide, aki megpróbálja majd azonosítani a gyanúsítottat. Bevisszük az irodába. Zane vagyok. Jó napot, uraim!
Üdvözlet! Most érkezett meg az áldozat. Ki az? Ő. Üdvözlöm. Elmondaná, hogy mi történt? Egyik vasárnap úton voltam, amikor egy taxisofőr lelökött a motoromról. Mikor? Vasárnap volt, nem is tudom, körülbelül 2 hete. Rendben, menjünk be. Felvesszük a jegyzőkönyvet. Kérem, kövesse a biztos urat. Újabb sikeres akció. Úgy tűnik, nem a férfi vezette a taxit, de felhívta a fickót, hogy jöjjön ide, és tegyen vallomást az esetről. A gyanúsítottat, a taxist és az áldozatot is átadtuk a rendőrségnek, hogy elmeséljék a történteket. Innentől fogva ők foglalkoznak az üggyel. Ez egy újabb siker a Night Guard számára. Az ártatlanokat kihagytuk az ügyből, és végül is kézre került az elkövető. A drogdílerek Johannesburg északi külvárosából igényes házakba kezdtek beköltözni. A dílerek az otthonuk biztonságából árulják a drogot. A környéken ártatlan családok élnek. A lakóövezetben, ahol családok, gyerekek, idős házaspárok laknak, időről időre felbukkan egy gyanús alak. Drogdíler, aki drogot árul. Felhívtak a megbízóink, akik nem szeretnék ott látni ezeket a fajta embereket. Át kell néznünk Fourways-t, Greenstone-t és Midrand-et. Valószínűleg szökevényekre is bukkanunk. Tudjuk, mi folyik a házakban. A szokásos drogdílerkedés. 5-6-an lehetnek egy házban. Ne finomkodjunk, ha le kell fektetni őket. Akkor fektessétek meg őket, bilincseljétek meg. Ne ők lépjenek először. Ha támadnak, ne tétlenkedjetek. Ha késsel támadnak, golyót kapnak, ilyen egyszerű. Elindultunk az első házba. A dél-afrikaiak hajlamosak őrülten viselkedni. Sok a bűncselekmény. Van egy úgynevezett puza csütörtök. A puza egy afrikai szó az alkoholra. Már csütörtök este elkezdenek inni, nem pénteken. Ilyenkor pörög a drogpiac is. Valamiért a bűnözők is megkergülnek csütörtökön. Biztosra veszem, hogy ma is lesz valami. Fejlett technológiánk van, ami elemzi az adatokat, az emberek mozgásait, amivel kiszúrhatjuk a gyanús cselekvéseket. Ki tudjuk deríteni, hogy van-e drogdíler a házban, akit aztán persze el kell kapnunk. Váljon ketté a csapat. Amíg bemegyünk a házba, a másik csapat kint vár. 3 lakóházat kell megnéznünk. A bejelentők szerint egyértelműen drogdílerkedés folyik. Egyszerre egy házat nézünk át. Egymásról szemben? Szerinted melyik a veszélyesebb? Megyek az elsőbe. Srácok, indulnunk kell. Egyenként megyünk a házakba. 73, 75, oké. Abban lesz a fickó. Hiába kaptunk fülest,
Az első házba úgy tűnik, rossz este mentünk el. Nem voltak otthon az elkövetők. Hol a 113-as? A sarkon. Az a ház, ott. Ez a munka néha 80% várakozás, 20% cselekvés. Türelmesnek kell lennünk, hogy történjen valami. Mi az? Csak egy parfüm. Nem találtunk semmit. Menjünk az enyémbe. Hová? Szentomba. Irány Szenton. A csávó nem lép ki a házból. Menő járgányai vannak. Járnak hozzá folyamatosan. Ide? Nem, Szentomban. Van itt valaki, akinek mindig vannak éjszakai látogatói is. Jönnek-mennek az emberek. Drága autói vannak, és sosem hagyja el a házat. Sokan távoznak tőle sietve. Szóval, gyanús a fickó, utána kell néznünk. Nem ritka, hogy a biztonságiak bekopognak valakihez, hogy halkítsa le a zenét. Nem sejti, hogy egy egész csapattal érkezünk hozzá. Jó estét! Hello! Üljön le! Hé, üljön le! Tiszta! Merre van az erkély? Jó kis peccó, mi? Kezeket előre! A csapatunkban vannak beépített rendőrök. Joguk van átkutatni a házat. Jelvényük van. Egy kis fű. Hívom a haverom. Ne vegye fel, ide vele! Nem adom oda! Forduljon meg, kezeket hátra! 241 ezer randért bérelte a lakást februártól októberig. Kifizetett 241 ezeret februártól áprilisig. Ez 1000 rand per éj, miközben a számláján nulla az egyenlege. Szóval nyilván előre fizette. Elég valószínűtlen, hogy valaki kifizessen 241 ezret néhány hónapra, főleg előre. Érdekes dolgokat találtunk. Mindenféle cuccot. A tasakokban fehér kristálymaradék van. Lehet Matt, lehet Kati. Ezek az iratok hamis iratoknak tűnnek, amit kinyomtatott. Több telefont is látok. A drogok egyértelműen dílerkedésre utalnak, amit a telefonok is igazolnak. Most megvárjuk a rendőröket, és ők átveszik az ügyet. A gyanúsított érdekes információkkal szolgált. Van egy másik díler, aki nagyobb mennyiségben szállít az ő lakására. Megkeressük őt is. Lent van a Mercedes mellett. Fogjátok le, megyek! Meglepetés! Köszönöm.
Csak egy kis zsebkés. Találkoztunk már ilyennel, amikor egy dealernél lőfegyver vagy kés volt, és hirtelen felindulásból nekünk támadt. Amint meglátták a lehetőséget, földre vitték. Beraktuk a kocsiba a dealert, aki elvisz minket egy durva környékre. Jovilbe. Itt JP, hallasz? Igen, hallok. A gyanúsított elvisz a drogtanyájára Jovilbe. Talán az egyik legveszélyesebb környék Dél-Afrikában. Ebből a házból nem fognak már eladni semmit. Szóval sikerült felszámolnunk egy drogtanyát. Ez valamiféle mérőeszköznek tűnik, amivel kokaint mértek. A tasak pedig tele van valami fehér porral. Összességében remek fogás volt. Lezártuk a házat. Innen már nem fognak semmit árulni. Úgyhogy feladat teljesítve. Nincs itt. Rá kell vennünk, hogy visszaadja a cuccainkat. Hol a laptop? Ian tudja. Ha bárkinek elmondom, megölnek. Kristálymetre utalnak a szúrások. Hol van, hol van? Gyertek! Gyertek! A magyar változat a BTI stúdióban készült.